Több mint 260 önkéntest regisztráltak, akik kesztyűt húztak a paksi tavaszi nagytakarítás alkalmával. A város polgármestere családjával együtt érkezett a szemétgyűjtésre. Nem volt még példa tudomásom szerint arra, hogy egy ilyen nagy tömeget mozgasson meg ez a mozgalom. A háztartási hulladékok szemetek zsákszámra gyűltek. Főként a városba bekötő utak mentén szedték a szemetet a szorgalmas önkéntesek csoportja. Gyapai úton, Nagydorog felől, Kölest felől, itt a lakótelepről a kerékpárút mellett szedték, az energiaház mögött a kis erdőbe is volt jelentős mennyiségben régebbi szemét is, ami annyira nem látszott, most a zavar alul sikerült előszedni. A mezőőri szolgálat vezetője ma elmondta, közel 10 tonnányit nyomott az összegyűjtött szemét. Jelentős mennyiségű eldobott hulladék volt a régi szeméttelep környékén és az ipari park mentén a hatos útnál. Az Ürge mezőről egy konténernyi illegális beton és üvegtörmelék lerakatot számoltak fel. A Dunaparton műanyag kerti székeket találtak, és rengeteg eldobott PET palack került a zsákokba. Nagy tömeget sikerült megmozgatni Cseresznyésben, Csámpán, Gyapán, és Dunakömlődön is gyűjtött szemetet az önkéntesek egy csoportja.